Kroket vadassal és daragaluska leves, így nézett ki a közétkeztetésre szánt több századag ebéd csütörtökön Szekszárdon, a menüt már a frissen létrehozott önkormányzati cég munkatársai készítették, 5 év után ugyanis a megyejogú város saját kézbe vette a szolgáltatást, a közétkeztetés visszavételét Zaják Rita koordinálta, a polgármesteri tanácsnok azt mondja, régi vágya teljesült ezzel, korábban is szerette volna elérni, hogy ezt a munkát önkormányzati cég végezze, az éjjel Szekszárd tagjaként viszont ezt nem tudta megvalósítani, mert az egykori frakciótársai akadályt gördítettek az ügy elé. Szülőknek mindenféleképpen azt gondolom, hogy nagy segítség és nagy könnyebbség, hogyha azt tudják, hogy akkor ebédet evett a gyerek rendesen, és úgy jön haza az iskolából. A középiskolásoknál szintén ott még nehezebb, ugye ott 2 óra, 2:30, mire végeznek, és a cél az az, hogy akkor a középiskolás is tudjon még 2:30-kor is finomat és meleget enni. A közétkeztetés visszavételének legfőbb célja pontosan ez volt, hogy az ételek finomabbak legyenek. Minél nagyobb a létszám, annál nehezebb egy közös nevezőre jutni, megtalálni azt az étlapot, ami azért mindenkinek lehetőleg tetszik, illetve kevés a kritika. De úgy gondolom, hogy erre fogunk törekedni, és megpróbáljuk ezt újra fölépíteni. A frissen létrehozott szekszárdi közétkeztetési Kft. 2 konyhában napi akár 5000 adag ebédet is tud készíteni. A kapacitásra pedig szükség is lesz, mert úgy számolnak, hogy a tanévkezdésre a mostani rendelés száma többszörösére nő majd. Az ősz előre láthatólag ilyen 2200 fővel indulhat el, bár bízunk benne, hogy azért a hír, hogy átvettük, visszavettük, újra csináljuk, az azért vonzani fog egy pár embert még, de körülbelül ez a 2200 főre lehet számítani. A közétkeztetési Kft. A tervek szerint évi több 100 millió forintos forgalmat bonyolít majd. Emellett továbbra is működni fog a szekszárdi diákétkeztetési Kft. Is. Ők vendéglátással és rendezvények kiszolgálásával foglalkoznak a jövőben. Ezzel tavaly több mint 300 millió forint bevételt hoztak Szekszárdnak. A szekszárdi közétkeztetési Kft. Egyébként kampánnyal is készül, hogy a korábbinál népszerűbbé tegyék az általuk készített ételeket. A tervek között szerepel például egy Facebook csoport, ahol a szülők a menüvel kapcsolatos észrevételeiket oszthatják meg, a tapasztalatokat felhasználva pedig, ha szükséges, módosítanak a recepteken.